Hát sziasztok! Elérkeztünk a következő videóhoz, ami egy kicsit a folytatása az előzőnek olyan szinten, hogy a szemöldökök onnan maradtak meg, úgyhogy hagyok nektek pár percet, élvezkedjetek egy kicsit, a komment részlegben nyugodtan írjátok le, hogy nem az igazi, de lusta voltam, és nem szedtem le ezt az oldalt, hanem inkább hozzárontottam ezt az oldalt, mindegy. Volt már jobb, ez most ilyen. De a mai videó, amiért itt vagyunk, olcsó kezdő smink, amihez a mai napon egy catrice-es paletta járul hozzá, egy nagyon szép natur kis mix. Megmutatom nektek, nem találom azt, amit szerettem volna eredetileg mutatni nektek, de a lényeg az, hogy amikor én elkezdtem sminkelni, akkor egy ilyen catrice-es palettát használtam, viszont hasonló színekkel, mint ez. Teljesen meg van gyilkolva az a paletta, és alig van már benne valami, de tökéletes volt ahhoz, hogy elkezdjek sminkelni, mindent tudtam rajta gyakorolni, amit szerettem volna, és amire szükségem volt, ugyanúgy, mint ezzel a palettával. Ami nekem volt, az egy totál matt paletta, viszont ebben van kettő darab shimmer árnyalat is, úgyhogy tényleg mindent ki tudtok vele próbálni. Van egy világos színünk, egy közép tónusú és egy sötét, és arra gondoltam, hogy ezzel gyorsan csinálunk egy kis sminket, hogy meg tudjuk nézni, hogy mit lehet igazából belőle kihozni. Az ecseteket már láttátok, hogy főleg, hogyha szemre koncentráltok, 2-3 eszences ecsettel el tudtok indulni. Fogok nektek hozni egy AliExpress-es összeállítást is, ugyanis az egyik kedvenc ecset szedtem az AliExpress-es. Viszont azt ugye biztosan tudjátok, vagy ha nem, akkor most elmondom, hogy az AliExpress-en való rendelés most már nem olyan egyszerű, mint eddig, néhány eladónál. Ugyanis, hogyha Kínából szállítják nektek a termékeket, nem európai raktárból, akkor áfát és vagy vámot kell rá fizetni, attól függően, hogy mekkora értékben rendeltek, de áfát biztosan kell. Közelebb hozlak titeket, és kezdjük is el a sminket. Hogyha megnézitek, az alapom az egy nagyon egyszerű, nagyon kis natur. Nem is fixáltam igazából le semmit, egy pici bronzer van rajtam, pici pirosító. A számra már feltettem az Essence Hydra Matte 402-es árnyalatot, illetve a szemöldököm is kész van, azt az előző videóban láthatjátok, ahogy már mondtam. És most pedig befejezzük egy kis szemhésminkkel. Gyertek közelebb, és kezdjük is el. Szóval, feltételezni fogom ebben a videóban, hogy már néztétek, hogyan sminkeljünk videómat, úgyhogy nem fogok annyit magyarázni, inkább csak arra fogok koncentrálni, hogy én hogy használnám ezt a palettát. Rengeteg olyan videóm van, ahol részletesen elmondom, hogy mit, hogy használok, hogy satírozok, hogy teszem fel a termékeket, viszont ez a videó nem olyan lesz. Az én szememben bázisnak jelenleg P. Louis Base 02-es árnyalata van, ezzel igazítottam meg a szemöldököm alatti részt is, viszont erre is vannak nagyon jó kis, mondjuk úgy, hogy utánzatok vagy olcsóbb verziók drogériában, illetve hogyha nem szeretnétek külön terméket venni, akkor egy jó minőségű, erős fedésű korrektor is megteszi. Első lépésben a legvilágosabb színt fogom felvenni, egy nagyon kis duci ecsettel, semmi részletesség nem lesz benne. A lényeg annyi, hogy felveszem a terméket, és a belső sarokba fogom letenni. Amikor világos színt használunk, azt ugye tudjuk jól, hogy nagyítja azt a részt, ahova helyezzük, vagy előtérbe helyezi. A kettő majdnem ugyanaz, de mégis van különbség. Attól függően természetesen, hogy nektek mekkora a hely a szemöldökötök alatt, az ecset mérete változhat. Van, akinek ez az ecset tökéletes lesz, van, akinek annyira kevés a hely, hogy akár az egész szemhéját befedheti ez az ecset. Természetesen akkor választhatok olyan méretet, ami a ti szemeteknek megfelel. Ezután felveszek egy jó nagy satírozó ecsetet. Ez nektek, hogyha az Essence-es ecseteket választjátok, akkor nézhet ki úgy, hogy ez az eyeshadow brush, a kis laposabb duci satírozó az első, amivel felteszitek a világosabb színt, ezután pedig jöhet az eye blender brush satírozni, ahhoz a lépéshez, amit most használok. Harmadik opcióként pedig a kettő az egyben color correcting and contouring brush, viszont nekem ez teljesen korrektoros, úgyhogy ezt nem tudom használni, de ettől függetlenül ezzel is meg tudjátok csinálni.
ez az ecset, ahogy mondtam, kettő az egyben, úgyhogy ezt több mindenre tudjátok használni. Satírozó ecset. Felveszek ebből a középbarna színből úgy az ecsetemre, hogy minden részét befedje, és lekocogtatom a felesleget, és elkezdem kialakítani a formát, amit szeretnék a szemsminkemnek. Ezt megismétlem a másik oldalon is. Nagyon nagyjából teszem fel. Most a lényeg még csak az, hogy elkezdjem felhordani a színt. Ezután elkezdem a satírozást. Felveszek egy újabb adagot, amit már kevésbé kocogtatok le, és elkezdem csak a mélyítő vonalba feltenni ezt a színt. Ehhez akár használhattok már kisebb ecsetet is, hogyha úgy kényelmesebb. Ezután előveszem a kis eszenszes ecsetet, amit az előbb mondtam nektek. Én ezzel fogom most felvenni ugyanezt a színt. Jól lekocogtatom. És elkezdem az alsó szemhéjamra felvinni. Mivel nekem elég barázdált az alsó szemhéjam, és minden korrektor és alapozó beleül, így szeretem az egészet igazából szemhéjfestékkel befedni, és így igazából nincsen problémám ezzel. Úgyhogy felviszem oda, és elkezdem eldolgozni, hogy jó satíros legyen alul. Hogyha úgy érzitek, hogy túlmentetek, akkor egy beauty blendert elővesztek, akár azt, amivel a sminket csináltátok, akár egy tisztát, és azt a részt, ahol egy kicsit soknak érzitek, elütögetitek, és tökéletesen le lehet szedni a felesleget. Ezután az eszenszes duo ecset kisebb végére felveszem a sötét színt. Látjátok, hogy bőven tettem fel, viszont először leütögetem, és elkezdem a külső részre felvinni az alsó szemhéjamon. Ugyanezt megcsinálom a felső oldalon is, addig teszitek a sötét színt, ameddig szimpatikus, nekem ez egy ilyen körülbelül középig érő, kicsit felfele ívelő vonal. Ahogy látjátok, nem ér bele a mélyítő vonalamba, vagy pont a mélyítő vonalamban végződik. Lehet, hogy ezt később majd felfele fogom elsatírozni, viszont első lépésben csak leteszem a színt. Kitörölgetem ezt az ecsetet, annyira, hogyha papíron csináljátok, akkor alig látszódjon, hogy volt benne valami, és kis ütögető mozdulatokkal eldolgozom ezt az élt. Hogyha szeretnétek még rajta erősíteni, én már pedig szeretném visszaerősíteni azt, amit elsatíroztam, akkor visszamentek. Úgy néz ki, hogy a mai napon nagyon arany lesz a szemem, ugyanis szeretném az összes színt használni. Gyűrűs ujjamra felveszek a bronzosabb, sötétebb aranyból, majd ezt elkezdem felütögetni arra a részre, ahova még nem tettem semmilyen szemhéjpúdert. Csak a mozgó szemhéjamra teszek belőle, nem szeretném, hogy a mélyítő vonalnál feljebb menjen. Viszont elővettem egy kis ecsetet, és azokon az apró helyeken, ahol úgy érzem, hogy nem férek beljebb, vagy ahol erősíteni szeretnék, oda teszek ecsettel. Illetve ami miatt nagyon szeretek egy ecsetet felvenni, hogyha megnézitek, nem olyan szép a vonal, ahol feltettem, ezt is el tudom dolgozni.
másik oldal. Oké. Meg is van mindkét oldal. Ugyanezzel az ecsettel egy törlés után felveszem a világosabb színű csillogós árnyalatot. Amint hogyha szeretnétek, befújhatok fixálós sprével, ettől minden szín élénkebb lesz. Viszont szerintem nekünk erre most nem lesz szükségünk, és ezt pedig, ez nagyon szép, lehelyezem a belső sarokba, hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyük a sminket, és megnyissuk a tekintetet. Ezen kívül pedig, amit én nagyon szeretek csinálni, a szemöldök csontra is teszek fel belőle. Amikor sok matt színt használunk, akkor nagyon jól tud jönni egy kis csillogósabb szín, hogy 3D-sebb legyen tőle az eredmény, és kicsit visszahozza életbe a sminket. Maga a szemsmink igazából készen van, viszont a szempillaspirál nem maradhat el. Azt hiszem egyébként, hogy ez egy eszenszes szempillagöndörítő, talán. Az örök kedvenc szempillaspirálom egyébként a Maybelline-től a Colossal. Ebből jelenleg vízállóm van, de egy másik, amit nagyon szeretek, az a L'Oréal Paris Collagen 24 szempillaspirálja. Ez egy kicsit drágább márkája miatt, viszont ez egy nagyon-nagyon jó szempillaspirál. És ezzel kész is van a teljes smink, amit ha a szemet nézzük, akkor csak ezzel a kis Catrice palettával készítettem el. Szerintem ez tökéletesen mutatja, hogyha szeretnétek, akkor meg lehet tanulni sminkelni egy ilyen palettából is. A legegyszerűbbtől az egészen bonyolult sminkekig tudtok variálni és válogatni akár 5 darab szín közül is. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hogyha kíváncsiak vagytok bármire, akár ezzel a palettával kapcsolatban, vagy akár a többi Catrice-es palettával. Szeretnétek, hogy egy másikat kipróbáljak, akár Essence, akár valami hasonlóan olcsó márkát, akkor írjátok le nekem, hogy mit látnátok szívesen a következő videóban. Kommentben várom a véleményeket, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!